Sziasztok! Ma egy könnyű ételt fogok elkészíteni, és ez nem más, mint a sült zöldség ágyon csirkemell. Nézzétek meg, hogyan készítem. Első körben a sütőt előmelegítjük 230-240 fokra, aztán Martin összevágott lilahagymát, cukkinit, gombát, így félbevágta, tehát ugye megtisztította, aztán félbevágta, és ezen kívül még sárga, illetve zöld kalifornia paprikát, édesburgonyát, ez egy nagy darab édesburgonya, a brokkolit ételízesítős vízben megfőzte, aztán a padlizsánt összevágta kockára, de hát, ahogy látjátok, meg is pucolta. Nem kellett volna megpucolni, de nem baj, összevágta és besózta. Aztán most ugye már ezt le is mostam a sótól, és akkor következő lépésként fogjuk, és az édes burgonyát beletesszük a tepsinkbe. Ehhez a mennyiséghez jó nagy tepsi fog kelleni. Első körülbelül ez fog a legtovább sülni, ezt fogjuk megsütni. Ehhez teszünk egy kis kockázott békát. Közé szórjuk. Nagyon finom íz fog ennek az egésznek adni. És egy 20 percre fólia alá betesszük a sütőbe 230-240 fokra. És 20 percre megy a sütőbe. Közben felkockázott húsra, egyébként ez 1,5 kg, teszünk egy kis kókusz olajat. És ezt szépen megsütjük. Sózzuk a húst. Meghintjük borssal. Mint látjátok, így az adagot, hát így a tetejét konkrétan meghintettem. És nagyon szeretem még a fokhagyma granulátumot, egyébként ezt a metróban szoktam venni ilyen nagy kiszerelésben. Azzal is jól meghintjük ezt az egészet. És amíg sül a krumpli 20 percig, ez szépen nekünk meg fog sülni. Bár mondjuk nem utána kell majd még beletenni, de addig legalább csinálunk valamit, ami megint csak kész lesz, és közelebb jutunk, hogy elkészüljön az ételünk. Elkészült a hús, és most ezt félre is húztuk. Elkészült a krumpli, már bejött úgy értve, hogy eltelt a 20 perc. Levesszük a fóliát. Most ide fogjuk és belehalmozzuk a zöldségeket. Nagyon jó illata van egyébként, már most is. Egyébként egy sárga és egy zöld kalifornia paprika, 1,5 kg gomba van benne, ahogy mondtam, egy nagy édesburgonya, 2 fej lilahagyma, és akkor most még hozzáteszek egy fej padlizsánt, Martin pucolt még fokhagymát, ezt egy kicsit ide így belevagdossuk közé majd. Bármelyik zöldség elhanyagolható.
nem kötelező mindet belepakolni. Még egyszer a padlizsánt ugye nem kell megpucolni. Csak ezt Martinnak nem mondtam, ő meg azt hitte, hogy meg kell, úgyhogy megpucolta. És akkor teszek még rá egy kis fokhagymasót is. Granulátumot, mert ugye ez nem fokhagymasó, hanem csak granulátum. Egy kis borsot ide is teszünk. És egy pici sót. Nagyon nem kell, mert ugye magának a békennek is van sótartalma. És szórok ide a tetejére is. Hát ennek körülbelül a felét használtam fel. Ugye fél kiló van benne. És még van egy kis fűszerkertünk kint, úgyhogy abból vettem két ág rozmaringot. Ezt így bele ültetem ide. Ez is egy kicsit ide belesüljön. Ennek az íze. És most vissza rá az alufólia, és megy vissza a sütőbe, körülbelül egy órára. Pontosan eltelt egy óra ugye a sütőben, én felvettem egyébként 250 fokra alufólia alatt, most kivettem az alufólia alól, és lehet látni, hogy most már minden megpuhult. Úgyhogy a következő lépés, hogy erre rátesszük a csirkét. Ezeket a rozmaringákat ki is veszem már. De előtte még akkor sajtot, ha már... Ja igen, közben vágtam fel, ezt nem mutattam ugye, hogy milyen hozzátevők vannak, mert ez közben jutott eszembe, hogy teszek bele egy kis grill sajtot is. Igen, tehát nagyon sokféle márka van grill sajtból, bármelyiket vehetitek, és akkor így közzé lehet szórni. Csak eszembe jutott, hogy múltkor is így csináltam, és olyan finom volt benne ez a grill sajt. A megfőtt brokkoli rózsákat most már beleteszem, mert ennek már igazándiból ugye nem kell főnie, kicsit Martin szétfőzte őket. És hát nem szétfőzte, hanem amikor kész volt, akkor nem vette ki a vízből, nem öntötte le róla a vizet, hanem hagyta benne állni, azt hitte, hogy az úgyis jó lesz, és hát kicsit szétfőtt sajnos, de nem baj, finom lesz ez így is. Vagyis hát nem főtt szét, hanem szétázott. Szétázott, igen. Van mondva szétázott Kira. Kira már is bekap egy kis brokkolit, mert olyan éhes, ő mindig éhen van halva. Finom, Kira? Nem finom. Ahogy nem azt imádja. Na, mi lesz, babám? Még egyet. Még egy brokkolit? Uh-huh. Na, tessék akkor. Itt ez picike, ez pici. Ha, na és akkor most menjél, majd mindjárt kész, és akkor most ráöntjük a csirkét, így egyenletesen eloszlatjuk rajta, majd mindjárt szétterítem. 4-4. Martin még lereszelt körülbelül 30 deka trapista sajtot, ezzel most jól megszórjuk. És így fogjuk visszarakni a sütőbe, ugye immáron alufólia nélkül, mert itt már csak az a lényeg, hogy a sajtok megsüljenek. És utána kész is van az ételünk. Már mindenki nagyon éhes. De ez így pont jó lesz vacsorára. Egy kis pohár borral, tökéletes. Apa, mit nevetsz? Nem jó borral? Neked biztos jó lesz. De jó, neki apának fáj a feje. Ő most tett be a gopirint, úgyhogy nem fog bort inni. Csak viszkit.
Dehogy is. Viszkit se iszik, itt vágja az arcokat nekem. No, ezt most visszaküldjük szépen a sütőbe. És ugye most már csak annyi kell, hogy megpiruljon a sajt. Elkészült az étel. Megoldott rajta a sajt, úgyhogy nem marad más hátra, mint hogy tálaljuk. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, lájkoljatok minket, kövessetek, iratkozzatok fel, tudtok nekünk e-mailt írni a lent látható e-mail címre, illetve tudtok nekünk levelet küldeni, szintén lent látható a boxban, és természetesen találkozni fogunk egy következő videóban. Sziasztok!